Mi a karácsonyt a szüleinktől átvett hagyományok szerint ünnepeljük. Nálunk a karácsony egyaránt gyülekezeti és családi ünnep is. A karácsonyi ünneplés a Szenteste előtti vasárnap kezdődik, amikor a gyermekek színdarabot adnak elő, és énekkel szolgálnak a gyülekezetben. A gyülekezetben ritkábban járókkal ilyenkor biztosan találkozhatunk, és a nagy család is összejön ezen az alkalmon. Szentesti ünnep is az Isten tisztelettel kezdődik, és a családban folytatódik. A Szenteste legszebb pillanata, amikor az Isten tiszteleten és a családi éneklésben, igeolvasásban, imádságban és beszélgetésekben közösségbe kerülhetünk egymással és megváltunkkal. Amikor a gyermekeink kicsik voltak, meglepték a nagyszülőket énekkel, verssel és saját készítésű ajándékokkal. Örültek a kapott ajándékoknak, és annak is, amikor ők tudtak örömöt okozni meglepetéseikkel. Az egyik legmeghatóbb karácsony az volt, amikor Szenteste dolgoznom kellett a fogyatékkal élő lakóknál, és az 5 gyermekem este eljött értem a munkahelyemre, miután a férjemmel együtt elkészítették a karácsonyi vacsorát. Ezután együtt elmentünk meglepetésként egy idős nénihez, majd egy idős házaspárhoz, akinek nem volt gyermekük, családjuk. A gyermekeink énekeltek, ajándékot adtak, elvitték a karácsony igazi lényegét, Jézus Krisztus születésének és szeretetének örömhírét. Jó volt látni a magányos idősek arcán az örömöt és meghatódottságot, és a gyermekeink is átélhették az ajándékozás örömét. Hiszem, hogy a karácsony a találkozás és a közösség megélésének az alkalma. Nekünk evangélikusoknak nagyon fontos az Isten igéje, mert ezen keresztül újra és újra találkozhatunk megváltónkkal. Az adventi házikót az esti áhítatok alkalmával napról napra kinyitottuk. Így minden nap egy újabb igeverset tanulhattunk meg. Gyermekeink már felnőttek, de a mai napig emlékeznek ezekre az igékre, amik erőt és útmutatást adhatnak a mindennapokban, és reméljük, hogy majd a gyermekeiknek is továbbadják ezt a hagyományt. Az idei karácsony biztosan eltér majd a tovább korábbiaktól, hiszen sok gyülekezetben nem lesz lehetőség az Isten tiszteleteken személyes részvételre, ahol igen, ott is korlátozott létszámmal. A teljes nagy család sem biztos, hogy együtt lehet. Külföldön tanuló lányunk hazajövetele is bizonytalan, de a személyes találkozásra Jézus Krisztussal, az ő igéjén keresztül most is lesz lehetőség. Ebben a járvány sújtotta helyzetben lehet, hogy nem lesz alkalmunk megölelni szüleinket, nem tudunk együtt igét olvasni, beszélgetni, együtt nevetni, örülni, de imádságban gondolhatunk egymásra, és a technika segítségével bátoríthatjuk egymást. Mindannyian félünk. Féltjük időseinket, szeretteinket, de az első karácsonyon az angyal ezt mondta: ne féljetek, üdvözítő született ma néktek. Jézus Krisztus békességet akar nekünk adni, elvenni a félelmet, aggódást. Lehet idén is igazi karácsonyunk, mert a legfőbb feltétel, megváltó úrunk most is részese akar lenni ünneplésünknek, még ha szűk körben, vagy egyedül is kell ünnepelnünk.